2014. november 22-én jótékonysági bált rendeztek Kistarcsán. A Katalin és az Erzsébet névnaphoz is kapcsolódó rendezvény bevételéből idén a helyi református egyházat támogatták. A rendezvényt Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere nyitotta meg. Minden évben nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk az Erzsébeteket és a Katalinokat megünnepelni, amelyhez mindig társul valami nemes cél, és most éppen a református egyháznak próbálunk segíteni a mai rendezvénnyel. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, mindannyiótoknak, hiszen rengeteg személyes barátom, ismerősöm van itt, hogy összegyűltünk a mai estén azzal a céllal, hogy megvalósítsuk a református egyház kerítésének szépítését. Kistarcsa megint jelesre vizsgázott, azt gondolom, hiszen összefogásra képesek vagyunk, ebből a mai estéből is látszik, és az összefogás eredménye remélhetőleg mielőbb látszani fog a településünkön. Tovább fogjuk csinosítani, szépíteni ezzel az adománnyal településünket. Az Erzsébeteket és a Katalinokat külön is meglepték egy-egy szál rózsával. A virágokat a polgármester mellett Juhász István, a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnöke adta át, aki egyben a bál főszervezője is volt. Annak idején, amikor megalakítottuk a vállalkozó baráti körét, pontosan azzal a célzattal alapítottuk meg, hogy segítsük akár az önkormányzat munkáját, illetve a város fejlődését, szépítését, komfortosabbá tételét. 2005-ben alapítottuk meg a vállalkozó baráti körét, azóta is szinte ugyanazzal a tagsággal működünk, szoros barátságban. Hát segíteni nagyon sok mindenet, ugye itt aztán majd lehet látni, hogy rengeteg felajánlásunk van a helyi vállalkozóktól, vásárlási utalványok, vagy azok a termékek, amiket ők állítanak elő, úgyhogy szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok a támogató. A tombola fődíja egy wellness hétvége volt, amit évek óta Juhász István ajánl fel. Riskó János, a helyi református egyházközség lelkipásztora szerint Kistarcsán vallásos emberek élnek, így a bálból felajánlott pénz a legjobb helyre került. Köszönjük szépen, hogy a mi avunkra is rendezett egy ilyen jótékonysági bált Kistarcsa városának a vállalkozói, illetve hát a Kistarcsa vezetői. 2008-ban újítottuk fel a templomunkat kívülről, belülről, és egy évvel ezelőtt pedig a templomunk előtti oszlop megsüllyedt. És ennek a kapcsán az egész épületet rendbe tudtuk tenni, bejárati utat is, és most már nagyon kiderült, hogy a kerítésünk nagyon rossz állapotú. És felajánlották a vállalkozók, illetve a polgármester urék, hogy újítsuk fel a kerítést. És ezt a nagy lehetőséget kaptuk meg ezzel a bállal kapcsolatban, hogy így a gyülekezetünk előre tud jutni. És tulajdonképpen mind az önkormányzat, mind az egyházközség az emberek javát szolgálja. Mindegyikünk ugyanazokért az emberekért cselekszünk, a város úgy, hogy igyekszik fejleszteni, rendbe tenni, az egyházközség úgy, hogy a gyerekekkel, öregekkel, felnőttekkel foglalkozik. Az immár negyedik alkalommal megrendezett jótékonysági bál évről évre több embert vonz, és már a város egyik legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát. Természetesen az önkormányzatnak a saját bálja az mindig egy olyan bál, ahol mindenki érintve érzi magát, tehát legyen szó egyesületről, vállalkozóról, civilről, intézményről, vagy önkormányzati cégről. Tehát mivel mindenkivel kapcsolatban állunk, így mindenkinek a bálja, az önkormányzatnak a bálya, és ebben a szervezésében a vállalkozók minden évben, mind pedig a támogatásában besegítenek, és azt, hogy minden évben, így már negyedik éve, rekord létszámmal vagyunk jelen, azért ez szerintem jelzi azt, hogy mennyien szeretik ezt a bát. Mind a szervezésben, mind a programokban igyekszünk kiszolgálni a vendégeinket, tehát figyelembe veszik a különböző igényeket, és én úgy érzem, hogy az, hogy ennyien vagyunk idén is itt, ez azt jelzi, hogy folytatni kell tovább, és évről évre igyekszünk egyre jobb minőségben kiszolgálni a vendégeinket. Solymosi Sándor polgármester szerint a báli szezont nyitó Erzsébet és Katalin bál nagy sikernek örvend a városban. Jövőre is várhatjuk ezt a bált, ezt az Erzsébet, illetve Katalin bált? Remélem, hogy nem csak jövőre, hanem a belátható időben, sok-sok éven keresztül, hiszen mindig jó hangulatok ezek a bálok, ahogy korábban is említettem, illetve azok a célok, amelyeknek érdekében ezek szerveződnek, hát abból elég sok van még,
el tudok képzelni még sok tucat kezdeményezést, amelyet érdemes támogatni majd ilyenkor. A bál meglepetés fellépője a Kistarcsán élő Jászai Mari díjas musical énekes Dolhai Attila volt. Cseppét kár. Cintágény, rossz cudar virág, iszunk egy lottyocskát. Cintágény, rossz cudar virág, lopunk egy csókocskát. Cintágény, rossz cudar virág, amíg a kapnak édes nő. Addig iszok, mi a világ az apiszok, meg nem tudja, miért húsulok, mert darajos kedvem van, de csak ugyan. Erre rica, arra rica, hely katica, hely marica, akkogatott kukorica jössz, te itt hajnalig tartó jótékonysági bálon a Prestige-ben szolgáltatta a zenét sokak örömére. Nyújts hát a karod felé, nélkül lett meghaló hét.